Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mit gondol, hogy érzi magát, mi a következő lépése? Ez a három kérdés. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve, az itt látható ezen a képen, és ez a kártya jelenti a reményt. Megvan a remény ahhoz, hogy javuljon a helyzet. Minden életterületen, a munkát illetően, a családi kapcsolatokat illetően, de azt is jelenti, hogy megvan a remény arra, hogy javuljon köztetek a helyzet. A háttérben látható ez a tenger, és a víz az jelenti az érzelmeket. Itt köztetek mély érzelmekről is szó van. A második kérdés úgy hangzott, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk az ő érzelmi világába. Itt a képen látható egy szolgáló. Ez utalhat a munkára is, de azt is jelenti akkor ez a kép, hogy mások elvárják tőle azt, hogy ő szolgáljon valakit. És én úgy érzem, ehhez nincs kedve. Változtatni akar ezen a helyzeten, hiszen úgy érzi, különösen a munkahelyen, hogy mások kihasználják őt. Persze utalhat a családra is, amikor mindig neki kell tennie valamit, és másokat kell szolgálnia. A harmadik kérdés úgy hangzott, hogy milyen lépéseket tesz irányodba, az itt látható ezen a képen, és ez jelenti a szerelmet kettőtök között. Itt lesz egy találkozás, közeledés, és itt látható a remény, hiszen ez ad életerőt számára. Mi az, ami összefűz benneteket? Itt a csokis kártyán látható a gyógyító erő. Az lehet, hogy valaki beteg volt a környezetben, és ez a kártya mutatja azt, hogy itt lesz gyógyulás. Az is lehet, hogy ezen a területen dolgozik, orvos vagy kórházban dolgozik. Itt nagyon sok a munkája, úgy érzi, kihasználják őt, de mégis megvan nála ez az akarat, ez a gyógyító erő. Amit ez a kártya még jelenthet, ha volt valami a múltban, ami betegített téged, betegített őt, vagy mindkettőtöket, akkor ez most rendeződik, hiszen itt a kártyán érezhető ez a gyógyító erő. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!